Hajnali fényben fürdő fátszánkakas, békésen kubbasztó jégmadár, harravadászó gím és még sok-sok káprázatos pillanat a természetből, amelyben a lelkes és elhivatott természetfotósok nélkül nem gyönyörködhetne a nagy közönség. Bármilyen eshetőségre fel kell készülni, és itt főleg az időjárása lényeges, de van bent például egy leshely is, és akkor megmutatom, ez a pop-up leshely, ez például olyan, hogy ki lehet dobni, és akkor pár másodperc alatt feláll az egész. Jakab Tibor számos díjazott természetfotó készítője, éppen bevetésre indul, csomagtartója teli meg annyi érdekes holmival, lelkesen mutatja, melyik mire való. Itt van a táskában Lilie másolat tulajdonképpen. Kiveszek egy babát, ez így néz ki, szőrös az egész, és nagyon jól beilleszkedik a terepbe. Na de lássunk munkához, a madarak ugyanis nem várnak. Stábunkkal az egyik kedvenc munkahelyszínére kísértük Tibort, hogy meglássuk, miként dolgozik. Az utazás nem tart sokáig, mert a heves községtől nem messze található halastó környéken akar most fotózni. Jó, megérkeztünk az egyik horgásztóhoz, ami egyébként fantasztikus hely. A tulajdonos nagyon nagy segítségemre van, hiszen átengedi a helyet fotózásra. Másfél hónapja kezdtem el itt gémeket fotózni, és leshelyet is leraktam, ami ilyen hirtelen felállítható leshely, és gyakorlatilag remélem, hogy most is fogunk látni egy pár madarat. A természetfotós rutinosan mozog itt. Ahogy ő mondja, az elmúlt időszakban tulajdonképpen itt kell és itt fekszik. 10 éves koromban kezdtem el fotózni, édesapám megmutatta, hogy kell fekete fehér filmet hívni, stb. És így teljesen megbolondul az ember, mert ez egy varázslat. Amikor ki akar szabadulni mindennapokból, akkor kimész a természetbe, és ott csodálatos dolgokat láthat, és akkor az igazi, akkor vagyok. Például én is az életelememben, tulajdonképpen a természetben. Kilép az ember a komfortzónájából, és akkor mindent, szó szerint mindent láthat. Szinte alig telik el nap, hogy Tibor ne kapna el egy-egy szép életképet a természetből, amikor pedig nem a madarak után kajtat, akkor a szakmát tanítja. Lánya, Jakab Flóra is természetfotós, és Tibor nem csak őt fertőzte meg a szenvedéllyel. Itt Heves és környékén én eléggé elszigetelt voltam természetfotósként, és hát nem volt kivel beszélgetni. Tehát, hogyha én megtanítok valakit fotózásra, akkor én vele tudok beszélgetni, hiszen érti, amit mondok. Nagyon sok ember nem tudja, mi az, hogy rekesz, zársebesség, látószög, beesési fény, élfény, és így kineveltem magamnak, vagy kitanítottam magamnak egy olyan csapatot, akivel nagyon szívesen és nagyon sokat foglalkozok és beszélgetek. A természetfotózásnak Tibor egy különleges ágát képviseli. Ez az úgynevezett self-found photography. Tulajdonképpen vissza a gyökerekhez, mert hogy ez volt az eredeti természetfotózás. Ma már kicsit kényelmesebbé vált ez a dolog. Építenek leseket, betonoznak, esetleg fákat is kivágnak azért, hogy sikerült legyen. És ez, én úgy gondolom, hogy az nem lesz igazi természetfotózás. Tibor rendkívül fontosnak tartja, hogy ne hagyjon nyomot a természetben. Ez a műfaj komoly leleményességet kíván és kitartást is, hiszen egy jól elkapott pillanatért gyakran órákig gubbaszt a mobillesben. Ennél nehezebb objektív talán nincs is, ezért nagyon nehéz mozgatni. Ha megfigyeli az ember, akkor ez egy majdnem 8 kilós objektív, és egy ilyen forgó zsámolyt találtam ki alá. Ez most a vízben áll, lehet látni, hogy itt a vízben van, egy babzsák van alatta, ami egyébként műanyag pici polisztirol golyókkal van tele. Egy ilyen rossz párnából szedtük ki, hogy még azt is hasznosítsuk egy picit, és tulajdonképpen erre rátéve gyakorlatilag forog. Legyenek bármilyennek is a körülmények, nagyon cudarnak kell ahhoz lenniük, hogy Tibort elriasszák. Ki kell lépnünk a komfortzónánkból, meg kell érezni, meg kell tapasztalni azt, hogy milyen egy meleg nyári nap, hideg, szúnyogok. Ezek mind hozzájárulnak a természetfotózáshoz, és szerintem ez érteti ezt az egészet. És persze a végeredmény, amely minden nehézséget kárpótolja az alkotót. Tibor számára egyfajta misszió a fotózás, elkészült munkáinak üzenete van, fotói a természetről mesélnek. Természetre már nagyon kevés időt szánunk, mindenféle dolgot elkövetünk a természettel, minden rosszat is. Nagyon sok jó dolog is van, de minden rosszat is. De a fotó, mivel nagyon népszerű, tulajdonképpen mobiltelefonon is lehet fotózni, azt is lehet művészi színvonalra emelni, és azzal ugyanúgy fel lehet hívni a figyelmet bizonyos dolgokra.
Tibor szeretne munkájával hozzájárulni ahhoz, hogy mindenki átérezze, mekkora érték és mennyi szépség vesz bennünket körül.